Köszönjük szépen, mi is. Az elmúlt napok jó híre az, hogy Kolontára visszaköltözhettek a korábban kitelepített lakosok. A Magyar Televíziós stáb volt az első, amelyik a lezárt területre ismét visszamehetett, és egy olyan házaspárral készítettek interjút, akik nem csak magukon próbálnak segíteni, hanem azokon is segítenek, akik segíteni jöttek. A kitelepítés után Kolontárt a lakosok előtt is lezárták, ám Wendel Zoltán és felesége csak egy napig volt távol otthonától. Külön engedéllyel Kolontáron maradhattak, hogy önerőből, saját pénzből a katasztrófa elhárítóknak főzzenek. Jöttek étkezni, és láttuk az arcukon az elkeseredettséget és a szomorúságot. Fáradtan, lehajtott fejjel, koszosan, nyakik pirosba. Meg se kérdezték, hogy mit főztünk, csak örültek egyszerűen, hogy kapnak meleg ételt, és csinálják a dolgokat. Önkéntes kezdeményezésükhöz pillanatok alatt csatlakozott az Amerikai Autósok Klubja is. Ők nem helybéliek, de két hete mindenki naponta hozza azt az alapanyagot, amit épp tud. Ma babgulyás és lecsó a menü. Nincs ebédidő. Déltől estig mindenki akkor tér be, amikor tud. A területre nem engedtek be bennünket, tehát most lapátolni ott nem tudtunk meg. Mostanak nincs értelme, hogy az egyik helyről a másikra lapátoljunk. Adta magát. Bagetten nem lehet reggeltől estig dolgozni. Vendelék két hete vannak szabadságon, hogy a falujukat segítő egyenruhásoknak főzzenek. Először úgy gondolták, a gyerekek is legyenek velük. Nekünk a kicsi az allergiás asztmás. Haza hoztuk őket, hogy együtt legyen a család. De éjszaka be is fulladt a pici, és reggel jöttek a katasztrófa védelmisek. Mondták, hogy a kisebbik lányunk az ne menjen ki az utcára mostanába. Zoltán és Ildikó azon szerencsések közé tartoznak, akiknek éppen maradt a házuk. Ebben a szerencsében persze már nem olyan biztosak. Épp elég tragédia, hogy nincs a híd, ahonnan a kislányaim dobálták be a kívánság virágokat a patakba. Hogy mondom meg neki? Hogy vége az utcánknak. Ők még ezt nem fogják fel.